Szeretettel köszöntöm Önöket! Ma két kreatív, ambiciós, kitartó személlyel ismerkedhetnek meg. Első történetünkben olyan valakit mutatunk be, aki már ismerős lehet az Önök számára, hiszen hetente találkozhatnak vele az Erdélyi Magyar Televízió képernyőjén. Balázs Hunor mesterszakács, a Főnix konyha séfje mesél nekünk főzési titkokról, szakmáról, kihívásokról. A konyhából kilépve okosan tervezünk és építkezünk Németh János építésszel, akit Erdélyben az ökoépítés úttörőjeként tartanak számon. Fa, kő, nád, szalma, szinte mindenből lehet házat építeni. Tartsanak velünk! Minden vasárnap látjuk itt az Erdélyi Magyar Televízióban főzni, incsiklandozó fogásokat készíteni. Elvarázsolt bennünket a hatalmas gonddal és odafigyeléssel elkészített ételeknek a látványa. Nagymama legimádottabb receptjeit és a legexkluzívabb éttermek fogásait bámulatos érzékkel ötvözi. Balázs Hunort nézve a főzés művészet, az étkezés élmény. Ma a Főnix konyha fiatal séfjét faggatjuk, de természetesen nem csak a főzésről. Én 2007-ben, miután végeztem az iskolával, családi összejövetel során feldobódott az, hogy mi lenne, ha elmennénk Paksra, egy gastroblues fesztiválra, és nagyon jól éreztük magunkat. Találkoztam neves szakácsokkal, neves borászokkal, és ott ismertem meg Hargitai György mesterszakácsot, az Univer konyhának a mesterszakácsát, és ő ajánlotta nekem, hogy mi lenne, hogyha szakácsnak képeznének, szakács lenne belőlem. Volt egy kedvenc szakácsom, aki megtanított az alapokra is. Emlékszem még az első nap, amikor bementem a konyhára, hú, idegen volt számomra, nagy konyha, nagy tér, főzni. És kérdezte a szakács, hogy na gyerekek, mi van itt az asztalon? Mondtam neki, hogy hát én, mint székelyember, ugye nem, hát, hogy is mondjam, ha mondom, hát disznózsír. Jaj, kiakadt az öreg, mondta, hogy jaj Istenem, ez nem disznózsír, ez libamáj, hát ez kész, az a katasztrófa, szóval hogy lehet ilyet mondani? A székelyudvarhelyi srác Budapesten tanulta a főzőmesterséget, tudását hamar gyakorlatba ültette, gyakornokoskodott a budapesti híres Hilton Hotelben, majd Baján az Erzsébet szálloda konyha vezetőjeként, Székesfehérváron a magyar kormányüdülő konyha főnökeként tevékenykedett. Szíve mégis visszacsábította Erdélybe. Ahogy végeztem az iskolával, adódott volna a lehetőség az, hogy ott maradjak kint, de viszont úgy éreztem, hogy a szívem hazahúz Székelyudvarhelyre. Székelyudvarhelyen kell tovább képezzem önmagamat, megismerjem az erdély konyhát, az erdély ízeket, fűszerezéseket. Így odahaza elkezdtem dolgozni egy szállodába. Be is vált, jó volt, de viszont úgy éreztem utána, hogy nekem valahogy még több kell. Még többet szeretném tanulni a székely ízeket, a székely konyha különlegességeit, mitől székely konyha. Valahogy úgy éreztem, hogy ha itthon maradok, akkor nekem itthon kell megalapoznom a jövőmet is. Az életemben eléggé meghatározó szerepet játszottak, hiszen ahány tájegységem voltam, mindig újat tudtam tanulni. A kint töltött évek meghatározóak voltak a fiatal szakács számára. Az ott tanultakat sikerült az itthoni receptek elkészítésénél is felhasználni, az erdélyi konyhában is alkalmazni. Azokat, amiket kint megtanultam, azokat itthon is nyugodtan tudom kamatoztatni, mivel hogy nem térünk el ízvilágban a székely konyha és a magyar konyha, hiszen ugyanazokat az ízeket használjuk szinte, csak egy-két apró változtatással. Balázs Hunor, a Főnix konyha séfje, a konyhában érzi a legotthonosabban magát. Nem csoda, hisz ideje nagy részét főzéssel tölti. Süt, főz, dekorál, míg el nem készül a várva várt finomság. Főztjei között pedig természetesen neki is vannak kedvencei. A főzés az egy művészet, egy alkotás. Ahhoz, hogy egy jó ételt, mint már mondtam egyszer, el tudjunk készíteni, ahhoz ki kell gondolni, meg kell álmodni, milyen legyen az az étel, hogyan gondolom el a tálalását, az elkészítését, hogyan tudom kivitelezni. Tehát akkor ezek szerint te odafigyelsz ezekre az apró részletekre, tehát nem csak a főzés fontos, hanem az, hogy az étel hogy néz ki, amikor elég meg kell. Hát igen, mert ugye először az ember a szemével kóstol,
majd utána a szájával. Ha egy étel nem néz ki jól, és csak mondjam azt, hogy oda van téve az asztalra, és nem tetszik, akkor már agyban eldől az egész, hogy nekem ízleni fog, vagy nem fog ízleni. Számomra főzni szerintem azt jelenti, hogy jól érzem magam a konyhán, szeretem azt, amit csinálok, és ez szerintem mindent megér. Kedvenc ételeim közé, hogyha mondhatnám, akkor tartozik például a jó tárkonyos krumplileves, mert ugye, ahogy édesanyám készíti, más nem tudja úgy elkészíteni. Ritka az, hogy más főz, nekem általában az ételeket én szoktam elkészíteni. Szeretem azt, hogyha édesanyám is elém teszi az ételt, és nagy szeretettel meg is eszem, mert mivel anyám főztjénél nincs jobb, ahogy tartja a mondás, de nem vagyok az ellense, hogyha valaki más készíti el. A munka mellett mindenkinek szüksége van kikapcsolódásra is. Hunor bár idejének legnagyobb részét a finom ételek elkészítésével tölti, amikor csak teheti, időt szakít a barátaira is. Amikor nem főzök, általában a barátaimmal vagyok, hétköznap, hétvégén, az attól függ. Összeülünk, baráti társaság, iszogatunk, zenét hallgatunk, jól érezzük magunkat, kimozdulunk, szórakozunk. Én ebben tudom elképzelni az életemet is, hogy ha nem főzök, akkor a barátokkal töltöm a szabadidőmet. Jól érzi magát a természetben, ahol nem csak túrázni szeret, hanem egyáltalán nem meglepő módon főzni is. Kimozdulni a természetbe, a természet szépségeit áttekinteni, esetleg gombászni, vagy éppenséggel vadvilágot nézni, halászni. Nagyon sokszor kikapcsol az is, hogyha elmegyek egyet pecázni, és egy nagy élménnyel gazdagodok, fogok egy szép hagyhalat, amit hazavihetek, és otthon elkészíthetem. Az Erdélyi Magyar Televízió nézői heti rendszerességgel találkozhatnak Hunorral. Ezek a műsorok igazán nagy kihívást jelentenek számára, hiszen ilyenkor bemutathatja szakmai tudását, kreativitását. Az egész konyha, az egész gasztronómia egy kihívás számomra, hiszen vannak olyan ételek, amit nem tudnák lehet elkészíteni, de szeretem a kihívásokat, ezért mindig 100%-osan próbálok teljesíteni, mert ugye muszáj, hogy magamat is kipróbáljam, hogy vajon meg tudom csinálni, vagy nem tudom megcsinálni. És szerencsére még nem volt olyan, hogy ne tudtam volna. Szeretem azt, hogyha kihívások elé vagyok állítva, de azt is szeretem, hogyha csak saját életemben is kihívások elé vagyok állítva, mert viszont az egész élet egy kihívás. A pozitív visszajelzések nagyon fontosak, meséli Hunor. Ezek nélkül nehéz lenne nap mint nap újat alkotni, még a konyhában is. Amikor elmentünk kiszállásra sütni, főzni, akkor az útszélen leállítottak, hogy na nézd meg te a főnix konyha, jaj, nézd meg milyen jó. Ezt a műsort szoktam nézni vasárnaponként. Hú, ez nagyon jó érzés volt ezt hallani. Éppenséggel pont valamelyik nap voltunk bent egy üzletbe, ahol nagyon sokan leszólítottak, hogy mi lesz a következő műsor, milyen ételt fogunk forgatni. Ez azt jelenti, hogy érdekli az embereket azt, amit csinálunk. A konyha számomra egy kikapcsolódást jelent, hiszen hogyha elkészítek egy kaját, és ízlik annak az illetőnek, akinek elkészítettem, tetszik neki, és a végén megköszöni, akkor ez szerintem számomra azt jelenti, hogy egy felemelő érzés. Jó étvágyat kívánok hozzá! Fogyasszák egészséget!
vissza a természethez. Azt hiszem, ebben a felgyorsult világban, amelyben élünk, gyakran vágyunk kiszabadulni a betondzsungelből. Ha nem is sikerül mindig megszökni, mi magunk is becsempészhetjük a természetet otthonunkba. Hogy hogyan? Ökóházak, természetes anyagok felhasználása és újrahasznosításával. Fa, kő, gyapjú, nát, szalma, minden, ami körülöttünk megtalálható. Ha hiszik, ha nem, így is lehet házat építeni, mondja Németh János építész, aki arra vállalkozik, hogy természetesebbé és zöldebbé tegye környezetünket. Vályogházak, szalmabálából vagy hasított fából való építkezés, mindenből lehet házat építeni. Ma ennek jártunk utána, a Kolozs megyei Nádaspap falván járunk, ahol éppen egy szalmabála ház épül itt a hátunk mögött. Mindenféle természetes anyagot fel lehet használni, csak oda kell figyelni, hogy megfelelő módon, hogy legyen egy jó szigetelt házunk, lélegezzenek a falak, és akkor minden tökéletes lesz. Kezdjük talán az ismerkedést ott, hogy mikor kerültél kapcsolatba a környezetbarát építkezéssel, hiszen hogyha itt körülnézünk, akkor ugye fát, nádat, szalmát láthatunk körülöttünk, amelyek mind természetes anyagok. Körülbelül 2004 óta építkezésben dolgozom, építkezőiparban, és hát véletlen vagy nem véletlen, én összefutottam egy olyan emberrel egy ilyen biciklitúra során, hogy természetes anyagokat forgalmaznak Romániában, és ő elmondta, hogy mit csinál, én elmondtam, hogy mivel foglalkozom, és akkor úgy döntöttünk, hogy dolgozzunk együtt. Közben Franciaországban kerültem egy szalmabálaházhoz, segíteni, építeni, és ez volt a legfontosabb ilyen klik számomra, hogy hoppá, ezt lehet másképp is, tehát az ember építhet abból, amit talál a környezetében, a természetben. Máskülönben ennél a szalmabálaháznál nem csak a házépítést tanultam, hanem ökoelvek alapján élni, és akkor ez nekem nagyon fontos dolog volt. Ugye azért kell tudni, hogy a természetes anyagokat is hogyan, mikor, hogyan kell felhasználni. Többször is mondtam, hogy végül is nem nehéz ezt csinálni, nem ki tudja milyen furcsa technika, sőt, tehát ez, az emberek így csinálták 10 évekkel ezelőtt. Annyi, hogy mondjuk a szalmabála építészetnek nincs hagyománya nálunk, mert ez egy amerikai technológia, de ez a lényeg, igen, hogy meg tudjuk saját magunknak építeni. Mindig mondom, hogy meg kell nézni, mi van a telkünkön, minél közelebb a telekhez, abból kell építeni, mert föld az mindenhol van, tehát vályogtechnikával mindenhol lehet építeni. Szalma nincs mindenhol, de legtöbb helyen van, nálunk Erdélyben, kivéve a magas hegyvidéket, de hát ott meg esetleg lehet gondolkozni fával építeni. Az egész ház fa szerkezeten van, körbe van a kő alap, amit gondolom kívülről láttatok. Akkor a gerenda vastagságában ez 20 centi, ha nem több, azt hiszem. Júgyapjú van, azzal van leszigetelve, le van padolva deszkával. Természetes anyagokkal építünk, de viszont a modern technológiából, amit egyszer fel lehet használni, anélkül, hogy átsuk az egészségünknek vagy a környezetnek, azt felhasználunk. És a termopán üveg az nem gond, a gond, azért vannak gondok a termopán ablakokkal, mert körülötte nincs jól kidolgozva. A külső falak szalmával vannak megtömve, azt, amit lehetett látni kívülről. A belső falak, a válaszfalak, azok ilyen szalma meg agyag keverék. Például ebbe a fajta kályhában naponta kétszer kell fát tenni, és ez melegíteni fogja az összes házat, ebbe víz köppeny is van, tehát meleg vizet is fog majd termelni. A júgyapjú az a természetes szigetelő anyag, amelyik a legjobban szigetel, olyan szempontból, hogy ez nedves körülmények között is megállja a helyét. Nagyon gyakran ingyen meg lehet kapni, mert égetik el a pásztorok.
Mindent fel lehet használni, ami a környezetünkben van. A lényeg, hogy leleményesnek kell lenni, és ki kell használni, amit a körülöttünk lévő természet nyújt számunkra. Egészséges így házat építeni, és nem utolsó sorban zsebbarát, mondja a szakember. Na most már itt Romániában önmagában az ökoépítészet, a környezetbarát építészet nagyon gyerekcipőben jár, tehát én nagyon kevés olyan embert ismerek rajtad kívül, aki ezt felvállalja, népszerűsíti és úgy dönt, hogy eljuttatja az emberekhez az információt, hogy lehet természetesen élni, természetesen építkezni. Mi ennek az oka, hogy ilyen gyerekcipőben jár, mindez Erdélyben és Romániában is? Az oka az, hogy egyre többen ugye a vidéki ember is igyekszik városra kerülni, mivel mindenki meg van arról győződve, hogy nem lehet megélni pénz nélkül, pénzt kell csinálni, és ahogy a pénzt beveszük a fejünkbe, automatikusan én szerintem valakinek a rabszolgája vagyunk, és akkor innen kezdve másnak dolgozunk, és meg vagyunk győződve, hogy a pénz hozza boldogságot, és akkor reggeltől estig dolgozunk pénzért, mert akármennyit keresünk, nem elég, és akkor ez tehát így gondoljuk meg. A másik, én úgy vagyok vele, hogy a téves reklám, tehát vegyed ezt, mert olcsó, most gondolok kimondottan építkezési anyagokra, vegyed a gipszkarton, mert olcsó, vegyed az OSB-t, mert olcsó, holott nem egészséges. Tehát nem egészséges egyáltalán számunkra, hogy benne lakjunk, mert mikor bemegy a nedvesség ezekbe az anyagokba, belélegezzük, és az egy dolog, hogy mi belélegezzük, de a gyerekeinkre gondoljunk. Tehát ez pont olyan, hogy tudjuk, hogy nem jó a szalámi, nem jó a párizsi, de nyomjuk a gyerekeinkbe. Tehát igazából szerintem a gondolkodás, tehát az emberek igyekszenek egyre többet keresni, és ez felpörgeti az életüket, automatikusan akarnak minden gyorsabban, hamarabb, és szerintem innen jön ez. A környezetbarát építkezés terén Németh János építész számára a szalmabála építészet a nagy kedvenc. Talán azért is, mert ezzel találkozott legelőször. Mint mondja, ez a legkézenfekvőbb erdészerte, nagyon hamar megy vele a munka, gyorsan felépíthető, akár 3-4 hónap alatt is kivitelezhető. Közben nézzük meg, hogyan is épül egy szalmabála ház. Hát az a lényeg, hogy most már plafont vakolunk, és tudod, a modern építkezésnél ezt megoldják ilyen olyan csemperagasztókkal, meg glettel, hát az nagyon jól tapad, viszont úgy, ahogy már többször mondtam, ezek az anyagok nem egészségesek egyrészt, másrészt meg megállítják a páradiffúziót, tehát a falak lélegzését. Akkor ebből kifolyólag ezt is természetes anyagokkal csináljuk, és akkor ahhoz, hogy megálljon a plafonon, ez úgy, ahogy a mi nagytatáink csinálták, vagy szüleink, nádat fogtunk fel a deszka mennyezetre, és erre vakolunk. Most jelen pillanatban éppen egy agyag, méz, homok, víz és lótrágya keveréket hordok fel a falra, mármint a plafonra, és próbálok itt ügyeskedni, mert azért nem olyan egyszerű ezt a plafont így vakolni. És az imént kérdeztem, hogy erre még mi kerül rá? Arra kerül még egy simító réteg, hogy legyen simább a felület, de hangsúlyozom, nem azt akarjuk, hogy egyenesebb legyen, ugyanilyen hullámos marad ez, csak legyen simább a felület. És utána majd kimeszeljük. Nagyon fontos, és hangsúlyozom, hogy majdnem mindenki meg tudja csinálni. Én úgy gondolom, hogy az emberek már eleve ösztönből meg kéne tudják építeni a házukat, mert a madár is csinál fészket, a medve is csinál barlangot, úgyhogy szerintem az emberek is meg tudnák építeni, de kéne kis alaptudás, tehát alapismeret. Az érdeklődők száma évről évre gyarapodik. A gond még mindig az, hogy nem lehet találni jó mesterembereket, mondja az építész. Mert mindenki meg van szokva a modern technikákkal, mert hamar megy, és ezt csinálják. Akkor nem lehet kapni megfelelő csapatokat, vagy mesterembert. Mindenképpen azt gondolom, hogy egyfajta mentalitásváltásra van szükség ahhoz, hogy az ember ezen az úton elinduljon. Neked ez sikerült, és remélem, hogy nagyon sok ember majd követni fogja ilyen szempontból is a példádat. Hogy látod, hogy mi kell ahhoz,
hogy az emberben ez megfogalmazódjon, és miben változott az életed azóta, amióta a természetben élsz gyakorlatilag? Örülök, hogy kérdezed. Tehát először is válaszolok arra a kérdésre, hogy esetleg mi kell ahhoz. Szerintem egyszerű a dolog, ne felejtsük el azt, hogy természet része vagyunk, és a természetben a helyünk, tehát semmi közünk a műanyaghoz, szerintem a mű ételekhez, a mű építkezési anyagokhoz, stb. Tehát szerintem, hogyha az ember így gondolkozik, akkor ez már egy lépés előre, mert én is innen indultam ki, városon éltem, Marosvásárhelyen, albérletben, nem volt elég a pénz, semmire. Tehát volt olyan, hogy nagyon sokat kerestem, és mégse volt elég. Tehát megkeresed egy hónap alatt a sok pénz, két hét alatt elköltöd, nem elég a pénz. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy hogyan lehet ezen segíteni. És az első dolog az volt, hogy redukáljam a költségeimet, a másik dolog meg, hogy vannak dolgok, amit én saját magamnak meg tudok teremteni, az étel. Tehát ahhoz, hogy ételt teremtsek, mi kell? Egy darab föld, nem? Meg tudom építeni a házat, ahhoz mi kell? Egy darab föld, mert a földön kapok egy valamennyi fát, kapok valamennyi földet, és nekem ez volt a döntő, és én mindig mesélem, nagyon szeretek erről mesélni, hogy gyönyörű családi kapcsolatom van, de én mindig úgy gondolom, hogy ha a városon maradtunk volna, szerintem változott volna, vagy rossz felé fordulhatott volna, mert a stressz miatt. A kalálkázás során nagyon jó barátokat szerez az ember, akivel kölcsönösen kisegítik egymást, ha házépítésre kerül a sor, és minden ház a tulajdonos személyiségét tükrözi. Nincsenek határok, tehát organikus formáról beszélünk, nem dobozokról, és nincsenek határok, mindenki a saját fantázia szerint kialakítja a falait. Tehát gyönyörű házak szerintem, egyik szebb, mint a másik. Én legalábbis így látom, tudok egy jó párat Romániába is, mindegyiken el lehet csodálkozni. Nézzünk egy kicsit a jövőbe, és hogy látod, hogy lesz-e hagyománya, jövője az ilyen jellegű építkezésnek, lesz-e nyitottság, és lesz-e ember, aki ezt véghez vigye, hiszen azért ide kell szaktudás. Erre nagyon röviden tudok válaszolni, igen, lesz, biztos, hogy lesz, és én igazából próbálom az embereket megtanítani, hogy hogyan építsenek maguknak házat, esetleg egy szakember segítségével, de tudom, hogy igény van a csapatra is, tehát nem mindenki tudja megtenni ezt a változást, és akkor inkább fizet, és erre szükség van csapatra, tehát próbáljuk az embereket ilyen módon is tanítani. Mai történetünk főszereplői Balázs Hunor és Németh János ismételten azt erősítették meg bennünk, hogy mindig azzal foglalkozunk, amihez a legjobban értünk és amit a legjobban szeretünk. Bármi is legyen, a legfontosabb, hogy szívből, lélekből csináljuk azt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, jövő heti történeteinkkel már az ünnepekre hangolódunk. Tartsanak velünk akkor is, a viszontlátásra!